A zoopedagógiai konferencia keretében mutatkozik be a Pécsi Állatkert. Háromnapos konferencia sorozatot rendezett ugyanis a Baranyai megye székhely, ahol a zoopedagógia a központi téma. Pécs hosszú idő után most először adhat otthont egy ilyen szakmai értekezésnek. Pécs városa számára nagy megtiszteltetés, hogy az állatkert megnyitását követő egy éven belül otthont adhat egy olyan szakmai mércével mérve is jelentős konferenciának, amelynek során Magyarország összes állatkertjének a vezetői, illetve a szakemberek látogatnak el ide a Pécsi Állatkertbe. A konferencia ideje alatt minden résztvevő bemutatja a képviselt állatkert programjait, illetve hogy milyen eszközökkel dolgoznak a zoopedagógiai foglalkozásokon. Ilyen programok az állatkert felújítása előtt is voltak már, majd ezt fenntartották, amíg a létesítmény újjáépítését végezték. Ezek voltak a zootáborok. A felújítás után továbbra is központi szerepet töltött be az állatkertben a zoopedagógia. Amióta újra nyitott az állatkert, azóta a zoopedagógiára kiemelt hangsúlyt fektetünk. Rögtön már a nyitás után másfél hónappal elkezdődött a zootábor, 164 gyermek vett részt ezen. Ezt pedig az idei évben még inkább próbáljuk erősíteni, innen több mint 200 gyermeket szeretnénk üdvözölni majd ezekben a táborokban. A zoopedagógia programban résztvevők számára fontos, hogy megismertessék a gyerekekkel az állatvilágot, ezáltal később még inkább természetkedvelő felnőttekké váljanak. A hatékonyabb munka érdekében töltenek el most három napot Pécsett az ország vadasparkjaiból érkezők, akik megoszthatják egymással tapasztalataikat, miközben megismerik a Pécsi Állatkertet.